Sziasztok! Újra itt a Viselkedés Biológia nektek veletek, egy tudománynépszerűsítő videósorozat az ELTE etológia tanszékéről. Az előző részből kiderült, hogy milyen sok-sok tervezés áll egy kísérlet megkezdése előtt. A mai epizódban viszont végre megérkezik az első alanyunk, mi pedig nyomon követjük a tanszéki látogatását. Kiderül, hogy milyen módszerekkel dolgozzuk fel a kapott adatokat, mik azok az integratív kutatási módszerek, és hogy hogyan épül fel egy tudományos publikáció. Miután minden előkészületet megtettünk, eljött a várra vált pillanat. Megkezdhetjük az alanyok tesztelését. Ábránd és gazdája Kata épp most érkeztek meg az egyetemre. A gazdákkal mindig előre egyeztetett időpontban találkozunk az ELTE TTK kampuszán az épület előtt, és fel is kísérjük őket. Ábránd már nem először jár nálunk, ahogy ő is, a már tapasztalt alanyaink általában óriási lelkesedéssel érkeznek, hiszen vizsgálataink a kutya szemszögéből többnyire rendkívül szórakoztatóak, játékokkal és jutalomfalat esővel járnak. A kutyagazda párost a tanszékre érkezvén többnyire egy előkészítő szobába kísérjük, de természetesen az adott vizsgálat függvényében lehetnek eltérések. Az előkészítőben először felvesszük a kutya alapadatait, mint név, fajta, ivar, és leolvassuk a csipszámát is. A gazdák egy beleegyező nyilatkozatot is kitöltenek, melyben többek közt kijelentik, hogy önkéntesen vesznek részt az adott vizsgálatban. A formaságok után a kísérletvezető tájékoztatja a gazdát a kutatás lényegéről, illetve nagy vonalakban a kísérlet menetéről. A laborban aztán bemutatjuk a helyszínt és az eszközöket, illetve lépésről lépésre elmagyarázunk mindent, hogy a gazdának mikor mi a teendője. Katának precízen tudnia kell, mikor mit kell éppen tennie. Ehhez segítségül egy fülhallgatón keresztül kap instrukciókat. Ez esetben a kísérletvezetőnek nincs külön szerepe a protokollban, így a kamerarendszeren keresztül kívülről figyelheti, hogy minden a tervek szerint halad-e odabent. Ábránd és Kata ma a kötődés vizsgálatára kidolgozott idegen helyzettesztben vesznek részt, ami eredetileg a gondozó és gyermek közti kötődés mérésére kidolgozott kísérleti protokoll. De apró változtatásokkal kutyák esetében is remekül működik. A vizsgálat során különböző 30 másodperces epizódok váltják egymást, ahol a kutya a gazdával, egy idegen emberrel vagy épp egyedül van. Az epizódok során a gazda is, meg az idegen is próbál játszani a kutyával, simogatják, passzívan egy széken ülnek, vagy épp elhagyják a szobát. A kísérlet során arra vagyunk kíváncsiak, hogy a kutya mennyiben viselkedik másképpen a gazdával és az idegennel. Például, hogy mennyire keresi a gazda közelségét, mennyire aggódik, mikor nincs ott, vagy épp hogyan üdvözli őt az idegenhez képest, mikor visszajön a szobába. Amikor a teszt véget ér, Ábránd sok simogatás és játék után vidáman és fáradtan tér haza, míg Kata egy új, izgalmas tapasztalattal kutyája viselkedéséről egy olyan helyzetben, amit a hétköznapok során nem biztos, hogy megtapasztal. Ábránd azonban csak egy alanyunk a sok közül. Vizsgálatunktól függően általában több tucat, de van, hogy akár 100 kutyát is le kell mérnünk, hogy megbízható eredményt kaphassunk. Hiszen minden kutya más és más. Ahhoz pedig, hogy egy általános megállapításra juthassunk, és az egyedi különbségek hatását elhanyagolhassuk, sok-sok kutyát kell megvizsgálnunk ugyanabban a helyzetben. Ezek intenzív időszakok számunkra, sokszor este vagy hétvégén dolgozunk, hiszen a gazdák gyakran csak ilyenkor érnek rá. Azonban valójában ez az a szakasza a munkánknak, amit nem a gép előtt ülve töltünk, és testközelből találkozhatunk szőrös alanyainkkal. A tesztelés eredménye sok-sok órányi videófelvétel, amit valahogy számokká kell alakítanunk, hogy elemezhessük. Ehhez nyújtanak segítséget a különböző viselkedéskódoló programok, amelyek lényegében azon az elven működnek, hogy ha látjuk a felvételen a viselkedést, amit kódolni szeretnénk, megnyomjuk az adott gombot. Azt, hogy milyen viselkedéseket kell leírnunk, teljes mértékben az aktuális kísérletünk szabja meg. Így ezeket a gombokat tetszésünk szerint hozhatjuk létre és állíthatjuk be. Például nagyon gyakran kódoljuk a kutya pozícióját, mozgását, de például, ha épp arra vagyunk kíváncsiak, Azt is lekódolhatjuk, hogy két cserép közül melyik oldalit választotta. Minden egyes kutyának készítünk tehát egy úgynevezett kódlapot, ahol a videója alapján szerepel az összes olyan viselkedés, ami az adott kísérletben érdekes számunkra. Amikor aztán minden alanyunk kódlapjával elkészültünk, jön az igazi varázslat. A program segítségével létrehozzuk a már valódi változóinkat, vagyis egy táblázatot kapunk tele számokkal. Ezek már származtatott értékek a viselkedésből, azaz például, hogy mennyi időt töltött a kutya fekvéssel, hányszor ugatott, vagy hogy mennyi idő alatt ért oda a választott cseréphez. Attól függően, hogy hány változónk van, amit elemezni szeretnénk, a végeredményünk egy szép, nagy, sokszor számunkra is ijesztően nagy táblázat. Ez a táblázat pedig már alkalmas arra, hogy megkezdjük a statisztikai elemzést. Ezt különböző programok segítségével végezhetjük. Általában az R programnyelvet használjuk. A lényeg minden esetben az, hogy megfelelően válasszuk meg az alkalmazott statisztikai módszert, amely az adatainkra a legjobban illeszkedik, így a legpontosabb végeredményt adja. A statisztika az nem csak az átlagember számára ilyen varázslatos és iszonyatos dolog, néha nekünk is, de a végén mégiscsak kijönnek számok, amiket értelmezni kell. A számok lényege alapvetően az, hogy az a hatás, amit mi fogtunk, szoktuk azt mondani, hogy szignifikáns-e a hatás, tehát jelentőse magyarul. A jelentős az azt jelenti, hogy lehet-e a véletlen következménye, mert véletlenül is kijöhet valami, ha elég sokat forgatjuk, meg pont úgy jön ki, meg úgy süt szembe a nap, meg fúj a szél, hogy kijön valami. Vagy pedig az egy valóban hihető, erős, jelentős hatás, illetve ezek között bármi lehet félúton. A statisztikai elemzés végeztével kaptunk tehát egy másik nagy halomszámot, illetve készíthetünk még szemléletes ábrákat, melyek aztán segítik az értelmezést. De ezek már nem akármilyen számok, hiszen megszülettek az eredményeink. Végre kiderül, hogy valójában mi is a válasz a feltett kérdésünkre. Vajon azt találtuk, amit vártunk, vagy épp hogy nem, ami sokszor legalább annyira izgalmas tud lenni. Így néz ki hát egy klasszikus etológiai vizsgálat módszertana és felépítése. Azonban fontos megemlítenünk, hogy a viselkedésteszteket gyakran ötvözzük más kutatási területek módszereivel. Akár úgy, hogy mi magunk szerzünk benne jártasságot, vagy úgy, hogy együttműködünk az adott tudományterület képviselőivel. Az integrált kutatási módszereknek hála olyan tudásra tehetünk szert, aminek felderítésére önmagukban az egyes tudományterületek nem lennének alkalmasak. Ezért összefogunk neuroszakértőkkel, és megpróbáljuk egyszerre vizsgálni a kötődést a viselkedéstesztben, és bizonyos agyi folyamatokat, amit ezzel összefüggésbe tudunk állítani. Tehát például most két ilyen vizsgálatunk zajlott, az egyik esetében az derült ki, hogy a kutyák a gazdájuk hangját attól függően érzékelik jutalmazónak, az agyuk attól függően reagál úgy, mintha valamilyen jutalmat kapnának, hogy mennyire kötődnek a gazdához. Tehát a gazda hangját meghallva a kutyának jó volt. És az, hogy mennyire volt jó, az azon múlt, hogy mennyire kötődött a gazdához, akinek a hangját hallotta. Tehát ilyen összetett eredményeket akkor tudunk elérni, hogyha párhuzamosan vizsgálunk etológiai módszerekkel is, adott esetben neuromódszerekkel is. És ezt az eredményt úgy sikerült megkapnunk, hogy efemeri vizsgálatot végeztünk a kutyákkal, miután megvolt az idegenhelyzetteszt, és kaptunk egy kötődéspontszámot minden kutyára. A másik ilyen eredményünk, az pedig EEG vizsgálat volt, és megint érdekes módon összefüggéseket találtunk a kötődési viselkedés és az alvás alatti agytevékenység között. Úgy tűnt, hogy azok a kutyák, akiknek magasabb a kötődési pontszámuk, azok jobban aludtak, többet, hatékonyabban, kevesebbet ébredtek meg, azaz, itt jön a magyarázat, ugye az eredmény az, hogy többet aludtak, és többet voltak mély alvásban, ami a jó alvás egyik kritériuma, és ezt úgy magyarázzuk, hogy a gazda jelenlétében, aki nekik nagyobb biztonságot nyújtott, jobban elmerték engedni magukat egy kis délutáni szúnyogálásra, még egy idegen helyen is, és ezért tudtak hatékonyabban aludni. Ám az izgalmas új tudást sosem tartjuk meg csak magunknak, hanem publikációt írunk belőle. Én szerintem a tudós létnek az egyik, ha nem a legizgalmasabb része az úgymond publikációkészítés. A publikáció maga, ugye az tulajdonképpen annak a leírása, hogy mit csináltunk, miért volt ez érdekes, milyen módszert használtunk, milyen eredményt kaptunk, és ez az eredmény miért érdekes és miért fontos. Egy-egy publikációnak az általános felépítése mindig ugyanaz. Van egy bevezető, ahol elmondjuk, hogy ez a tudomány jelenlegi álláspontja. Van egy kérdésfelvetés, hogy ehhez képest mi mit nem tudunk. Van egy módszer és anyag, ahol leírjuk, hogy milyen alanyokkal és mit csináltunk. Eredmények rész, ahol ugye az szerepel, hogy na és ezzel a módszerrel milyen eredményekre jutottunk, majd van egy megbeszélés, egy diszkuszió, ahol elmondjuk, hogy ezek az eredmények miért is érdekesek ahhoz képest, amit eddig tudtunk. A tudományos publikációnak tartalmilag alapvetően kötött formája van, de nagyban függ attól, hogy éppen milyen folyóiratba tervezzük beküldeni, ahol nagyon szigorúan megszabják a formázását is. Kezdve attól, hogy milyen hosszú lehet, egészen addig, hogy hány ábrát vagy táblázatot tehetünk bele. Jellemzően 5-6, két hasában nyomtatott oldaltól akár 50 oldalig is terjedhet, és egyes kivételektől eltekintve angol nyelven íródik. Elkészítése nem ritkán hónapokat vesz igénybe, mivel egyrésztről rendkívüli részletességgel írjuk le a kísérletünket, másrésztről, bár ekkora már betéve folyjuk az ide vonatkozó irodalmat, mégis az új eredményeink tükrében újra nekiülünk a kutatómunkának, mivel mindig kontextusában, vagyis az előzetes tudásba ágyazva elemezzük őket. Amikor elkészült a nagy remekmű, és már minden apró részletével elégedettek vagyunk, akkor beküldjük a kiszemelt tudományos folyóiratba. De még ekkor sem dőlhetünk hátra elégedettem. Onnantól kezdve, hogy én már az összes kísérlettel megvagyok, és megírtam a kis cikkemet, onnantól kezdve ez még mindig hosszú hónapokba telik, míg igazi, megjelent publikációvá válik. Na de miért? Azért, és itt jön ez a nagyon fontos részlet, mert ezt először a tudományos közösségnek jóvá kell hagyni. Ugye ezt hívják bírálati folyamatnak, mert amikor az embernek a kézirata elérkezik a kiszemelt folyóirat szerkesztőségébe, akkor ott először megnézi a szerkesztő, hogy egyáltalán foglalkozzon-e ezzel a kézirattal, mert lehet, hogy például nem illik az adott folyóirat érdeklődési körébe, vagy lehet, hogy egy olyan gyenge kéziratról van szó, hogy eleve a szerkesztő rögtön azt mondja, hogy köszönjük szépen, de mi ezzel nem kívánunk foglalkozni. Ha ezen az első ugratón túl vagyunk, akkor jön az igazi, hogy úgy mondjam, haddelhad, mert akkor ezt a kéziratot elküldik a szerzőtől, tehát tőlünk, kutatóktól lehetőleg minél inkább független szakembereknek, mondjuk úgy, hogy a mi kollégáinknak, világszerte, ez lehet bármelyik országban, hogy nézzék meg, hogy jó-e ez így. Tehát most nem akarom a szót nagyon szaporítani, a lényeg az, hogy ami megjelent tudományos publikáció, az sok esetben több ilyen bírálati körön is túlment már, és közben folyamatosan javult és javításra került, és így tud végül kikerülni úgy, hogy ez a tudományos közvélemény számára egy ellenőrzött és elfogadható állítások halmaza. Beérett hát munkánk gyümölcse, és mi is hozzájárultunk a szakirodalomhoz egy aprócska, vagy talán nem is olyan aprócska részlettel. Egy-egy publikáció megjelenése mindig különleges öröm a kutatónak. Sőt, amikor a legrangosabb folyóiratok egyikébe sikerül egy cikket megjelentetnünk, még tanszéki bulit is tartunk, hogy megünnepeljük. A tudományos folyóiratokban való publikálás mellett az etnológia tanszéken kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy eredményeinket közérthető formában is közöljük. Egyrésztről azért, mert a kutyákkal kapcsolatos kutatásainknak sokszor gyakorlati jelentősége is van. Másrésztről, mert kicsit így is igyekszünk meghálálni, hogy a kutyagazdapárosok olyan lelkesen részt vesznek tesztjeinken, hiszen nélkülük semmire sem mennénk. Így a cikkeinkből sajtónyilatkozatot és rövid összefoglalót is készítünk, amit a tanszéki honlapon és egyéb felületeinken is megosztunk. Mindig nagy örömünkre szolgál, amikor a sajtó érdeklődik egy-egy izgalmas eredményünk után, hiszen szívesen mesélünk olyan témáról, ami mi magunkat érdekel a legjobban. Így zajlanak tehát egyetológus mindennapjai. Több éves megfeszített munkánk eredménye pedig általában egy vagy két, de sokszor nagyon fontos mondat, amivel kutatásunk hozzájárult a meglévő tudásunkhoz. Most, hogy mindent tudunk a tudományos módszertanról, ideje megismerni, hogy jelenleg milyen főbb kutatócsoportok dolgoznak a tanszéken. Ők pedig örömmel megosztják velünk legizgalmasabb eredményeiket. Tartsatok velünk legközelebb is!